Üdvözlöm Önöket az évad utolsó vitrázsában. Kezdjük rögtön színházzal. Outlet, vagyis valamin kívüliség a címe a Budapesti Maladipe Színház vendégjátékának, amelyet a Kosztolányi Dezső Színházban játszottak Szabadkán. Az előadás a Desiré Villamosa rendezvénysorozat keretében valósult meg. A 15 éves Budapesti Maladipe Színház új színházi nyelvvel kísérletező produkciókat hoz létre, melyeket a szakma és a közönség kiemelt figyelemmel és jelentős díjakkal honorált. Az Outlet önéletrajzi ihletésű performance, amelyben az együtt játszó két színésznő személyes gondolatain keresztül szól a ki vagyok én, hogyan és merre tovább kérdésekről. Az előadás menetét időnként most is a nézőkre bízták, akik ezáltal az alkotó folyamat részévé váltak. Vannak fix pontok, tehát az eleje, ahogy indul, utána a szöveges részek, a dalok, azok általában fixek, de mindig megpróbáljuk feldobni magunkat is, és meglepni magunkat is, hogy egy ilyen koreográfia, amit így néha betartanak egy táblát, hogy tánc, és akkor akárhol vagy abba hagyott táncolsz, és utána folytatod, mintha mi se történt volna, tehát ilyen videóklip kis tánc, tehát hogy ez nekünk se legyen unalmas, úgymond, vagy hogy mi is szórakozzunk, ne csak azon néző, aki először látja, szóval, hogy önmagunk számára is izgalmas legyen, és hogy legyen valami vállalás az egészben, tehát ez a burok is, ezt se próbáltuk ki előtte, hanem itt, hogy mit okoz bennünk, hogy ott ülsz, és azt várod, hogy valaki innen odajön és feltépi, hogy ne fulladjál meg, vagy hogy már nem bírom, és kezdjétek már el, vagy az, hogy leállítják a metronomot, hogy ebből a futásból, megvetítésből, háborús izéből elég, és haladjunk. Szóval ebből a szempontból nagyon sok minden, nagyon sok döntés van a nézőre bízva, és azt szeretjük, hogyha nagyon bátrak. Tényleg, szóval én kevésbé bízom a nézőbe, hogy bátor, de próbálkozunk. Tehát próbálkozunk, és most nagyon jó, amikor bátrak és mernek velünk játékba szállni, vagy harcba szállni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Az előadást két színésznő jegyzi, Tankó Erika és Szilágyi Ágota, aki az Újvidéki Színházból szerződött a Maladipe társulathoz, ahol független szervezet révén a kőszínházaktól eltérően mindent az alkotók csinálnak. Ehhez az esti programotokhoz, ehhez a performancehoz gyakorlatilag önbizalomból is, bizalomból is, magabiztosságból is, nagyon sok kell, hiszen ha jól értettem meg, ahogy ugye Erika is mondta, hogy itt mindig minden változik. Igen, hát ez az anyag, ez folyamatosan újraírja magát. Minden előadás előtt összeülünk és átgondoljuk, hogy mik azok a dolgok, amik történtek velünk addig, és tudatosan megpróbáljuk beépíteni a performance anyagába, ami egy folyamatosan változó struktúra. Kezdve attól, hogy mit tudom én, igen, márciusban elütött egy autó, és akkor azt az élményt, ugye a zuhanás kapcsán, ami egy visszatérő motívum ebben az előadásban, ezt is beépítettük. Illetve hogy ezek a kérdések, ami akkor, amikor csináltuk ezt az egészet, mélyen foglalkoztattak minket, hogyan változtak így ebben a fél évben, amióta mi ezt megcsináltuk. A bizonyosság az nem hiányzik, egy társulat bizonyossága, azt gondolom egész más, mint a Maladipnál, vagy egy egész más, mint egy olyan előadás, amikor mindent ti csináltok. Tehát nincs meg az a külső támaszték, amit adott esetben egy társulatot. De ez mindig nagyon hiányzik. Igen, nagyon romantikusnak tűnik, hogy mi díszletezünk, meg mi mosuk a ruháinkat, meg minden, de egy idő után azt érzed, hogy bárcsak levenné valaki a hátadról ezt a terhet, és akkor így előhúzza az ember magából valóan nagyon mélyről a türelmet, meg azt, hogy miért is csinálja ezt az egészet, és hogyha még úgy érzed, hogy van miért csinálni, akkor nem tudom, vesz egy nagy levegőt, és akkor nyomod tovább. De szerencsére mindig minden változásban van, és folyamatosan alakul ez az egész, és nekem ezért nagyon megéri, vagy jól érzem most magam. Az összművészeti előadás különleges látványvilágát Szőlősi Attila egyedi fényterve tette különlegessé. Harmad
harmadik alkalommal rendezték meg a Palicsi Magyar Sokadalom című néptáncgálát a nyári színpadon. A szervezők több környékbeli együttest is meghívtak, a Békés Csabai Tabán táncegyüttes tagjai vidám műsorral készültek, és a közönséget is bevonták a fellépésbe egy rövid ritmus gyakorlat erejéig. Harmadik alkalommal rendezték meg a Palicsi Magyar Sokadalom nevű néptáncgálát a nyári színpadon. A szervezők több környékbeli együttest is meghívtak. A Békés Csabai Tabán táncegyüttes tagjai vidám műsorral készültek. A közönséget is bevonták a fellépésbe egy rövid ritmus gyakorlat erejéig. A Brezovszky házaspár 3 éve indította útjára a Palicsi Magyar Sokadalmat. Idén már nem csak a fellépők hozzátartozói képviseltették magukat a közönség soraiban, hanem sok helybéli is kíváncsi volt a rendezvényre. A vendégek mellett a Szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület táncosai is bemutatták tudásukat a színpadon. A házigazdák táncosai közül többen már nem először léptek a Palicsi színpadra. Hál' Istennek minden évben jó időnk is volt, nem volt esőnk, hál' Istennek. Mondhatnám, hogy minden évben nagyon jól telt el, mozgalmasan, sok fellépővel. Az ideihez, és hát a tavalyiakhoz, meg az előttihez képest annyi változás van, hogy valamilyen gumis színpad van, ami igen ragad, és ez az egy volt nekem, ami nem tetszett, csak nagyon nehéz volt rajta táncolni, főleg forgós-forgatós táncokat. A szervező Brezovszky házaspár elmondta, a tánctudás és a megfelelő nevelés mellett fő feladatuknak tekintik a közösség építését. Mindenképpen a környékbeli együtteseket meghívjuk, tehát ez egy hagyomány. Ugye Királyhalma, Ludas, Hajdújárás, Palicsiak, Szabadkaiak, ezt bővíteni fogjuk. Egy északbácskai találkozóra, vagy egy északbácskai sokadalomra, de azt gondolom, hogy ez a fellépősereg is megérdemel egy ilyen sokadalmat. Azon felül barátaink vannak szerte a Kárpát-medencében, terveink között szerepel erdélyi, felvidéki, magyarországi csoportok meghívása, és egy olyan értékbemutatás, amit minket, magyarokat jellemez. A néptáncgálát követően a budapesti Bahorka együttes egy mesét adott elő a nyári színpad előtt. Az előadás sikeréhez az is hozzájárult, hogy a mese több szereplője a közönség soraiból került ki. Az este folyamán a Folk Music Fest keretein belül bemutatták a Juhász Zenekar 13 című új lemezét. A lemezről annyit kell tudni, hogy az Aradi Kamaraszínház, a Békés Csabai Tabán Táncház és a Juhász Zenekar egy másfél évvel ezelőtt létrehozta a 13 című előadást az aradi vértanúknak az emlékére. Ez az előadás, ez rengeteg helyen volt már Magyarországon, Romániában, itt még sajnos Vajdaságban nem volt. És hát annyira a szívünkhöz nőtt ez a zene, hogy úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen egy lemezre szeretnénk följátszani, és ez idén januárban megtörtént, és úgy gondoltuk, hogy itt a Folk Music Fest ez egy méltó hely az arra, hogy bemutassuk ezt a lemezt. A lemez bemutatót nagy siker övezte, az estét táncház zárta. Elkészült a szabadkai Márkos Tántitja, a szerbiai X-Faktor tavalyi versenyzőjének a videóklipje. A zenei betét után az alkotóval beszélgetek. Srebrni štit pripisujem čudima. S
svoj glas nosim daleko. Crtam tvoj grb po zemljama zmajeva, odolevam zlu čarovnih krajeva. Svoj mir branit ću slepo. Suze i sme oboje će ledove, sunce će topiti snu, prepoznat ćeš istinu tamo gde nosim te. Opstajem hrabar i lud, izgubit će gre u pogledu, opstaje nada kad zarobiš da sudbina zna. Márkos Tentics Szabadka fiatal énekes tehetségével az X-faktorról és a mostani videoklipről beszélgetünk. Ciao! Ti színeztó paprašle godine u X-faktoru, kako se tamo dosta? Pa nisam se prijavio iz razloga što sam teo da se družim sa ljudima koji vole muziku isto kao i ja. I to sam u suštini postigao jer nisam otišao dalje od drugog kruga, ali mi nije uopšte žao. I mi je bilo stvarno ekstra. Super ekipa, super druženje, super muzičari, upoznao sam mnoge nove ljude. Tako neko lepo iskustvo i to je najbitnije. Ali kažu da Vraški dobro pevaš. Hvala. Hvala. Pa, da, nadam se da pevam lepo. Stvarno uživam u tome što radim. Volim da pevam, volim da prenesem emociju ljudima. Mislim, je to najbitnije za muziku i za pevanje i valjda se zato svi za ljudima. Kako je nastao ovaj videosnimak što ste sad napravili? Javio mi se Vlado Rusić. Pre jedno pola godine, možda i više, ima i više. I uglavnom,
bilo je kao da li imam neku ideju. I naravno, imao sam neku idejicu na gitari i on je to razvio u suštini u pesmu. S tim da mi je Dančo, Daniel Davčić iz Perpetuma, napisao tekst i tako smo krenuli da snimamo u studiju i vremeno je nastala eto pesma koja je, po mojom nekom mišljenju, stvarno divna i jako sam zahvalan na tome. Napokon imam ja prvenac. I šta je cilj ovog snimka i uopšteno? Iskreno, cilj je želim da dam ljudima nekako do znanja da dobra muzika i dalje nije nestala kod nas. I stvarno želim da ne radim komercijalno, želim da radim kvalitetnu muziku koja ima neko značenje i koja ima emociju. I da radim sa ljudima isto koji isto razmišljaju kao ja. Mislim da se to u ovoj pesmi postiglo, zato se sviđa ljudima verovatno. Želim da ti uspeh, hvala lijepo. Hvala, hvala puno. Légy ott a könyvvel címmel tartották meg Zentán a 87. ünnepi könyvhét és a 15. gyermekkönyvnapok vajdasági záróeseményét. A rendezvényre a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében került sor. Esetleg, aki megsérült, és miért Zentára került kórházba? A Zentai Alkotóházban megtartott Légy ott a könyvvel című rendezvény keretében a Szabadkai Életjel, az Újvidéki Fórum könyvkiadó, a Zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a szintén zentai Zetna kiadó, valamint a topolyai Solymosi könyvesház mutatkozott be a közönségnek. A kiadó vezetők beszéltek legújabb kiadványaikról és a vajdasági magyar könyvkiadás helyzetéről is. Könyvheti produkciót hoztuk el, két kapitális művet kell mindenféleképpen kiemelnem. Az első az ugye a Szerb-Magyar Szótár, amely Mirjana Burzán és Kaciba Ágnes munkája. Évekig dolgoztak ezen az anyagon, mi is több mint másfél évig szerkesztettük, tördeltük, javítgattuk. A másik fontos kiadványunk pedig Vajdasági Magyar Irodalmi Lexikon címmel Gerold László munkája, amely a 2001-ben megjelent jugoszláviai magyar irodalmi lexikonnak egy aktualizált kiadása. A fórum igyekszik minél erőteljesebb profilt kialakítani, ezért több meghatározó tematika köré csoportosítanám a kiadványunkat. Legelső az a szép irodalom. Ebben a kategóriában megemlíteném Juhász Erzsébetnek a határregényét, mely magyar és szerb nyelven jelent meg, Bencsi Korsójának a Több élet című kis regényét, melyet a Magvetővel közösen adtunk ki, Terék Anna drámáit Vajdasági Lakodalmam címen, Major Nándor kis prózáit, Börcsök László regényét, valamint néprajzi művelődés történeti irodalomtudományi kiadványaink is vannak, Faragó Kornéliának írók idők intenzitások címmel, Siling Lédának Piacok, vásárok, emberek címmel, Klamár Zoltánnak pedig Honizsai mindennapok címmel jelent meg kiadvány a fórumnál. A könyvkiadó, legalábbis a fórumkiadó helyzetét stabilnak látom. Nagyon sok szerző keres meg bennünket a kézirataival. Folyamatos lemaradásban vagyunk, mert ugye szeretnénk minden kéziratot a legprofesszionálisabb módon megjelentetni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az olvasóink anyagi helyzete egyre szomorúbb, de hát próbálunk mindenféle akciókat, kedvezményeket kitalálni, hogy minél több olvasókra találjanak a könyveink. A résztvevők közül többen is hangsúlyozták, a vajdasági magyar könyvkiadók nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a hazai források igen szerények, ezért jobbára csupán a magyarországiakra tudnak támaszkodni. Ha csak vajdasági forrásokra hagyatkozna, tehát itt magáról az Etnáról tudok beszélni, akkor nem lenne már könyvkiadásunk, tehát csökkenő félben, kifutó félben a támogatások a pályázható rendszeren belül. A piaci helyzet ugye eléggé gyalázatos, tehát most csak annyit kell, hogy elmondjak, hogy pillanatnyilag Zentán nem működik olyan könyvesbolt, ahol magyar könyveket be lehetne szerezni, nem vagy magyar könyveket, azt hiszem, hogy szerb könyveket is alig manapság. Aminek a farvizén ugye még könyvkiadást lehet folytatni, azok a magyarországi támogatások, hát az Etna most kizárólag az NKA-s könyvkiadási támogatásokra alapoz, és hát ilyen szabadból az idei év az talán szerencsés is, mert egy olyan kiadói programba kezdtünk,
amely már ebben az idei kínálatban is szerepel, de a jövő évi könyvheti címszavainkat is, az 5-6 könyv lesz, már azokat is nagy rész lefedi. A rendezvény célja a kiadók legújabb köteteinek szélesebb körben való megismertetése mellett a könyvek népszerűsítése, illetve a könyvolvasás előtérbe helyezése volt. Mindenki lehetőséget kapott arra, hogy a saját könyvét bemutassa, a saját könyvkiadók, a saját munkásságukról tudjanak beszélni, és ismertessék minél szélesebb körbe. És én csak remélni tudom, hogy a következőkben a fiatalok nem elfordulnak a könyvektől, hanem megtalálják benne azokat az értékeket, amiket eddig is képviselnek, és ezen túl is képviselni fognak azok, amik a könyvolvasást valahogy magasztossá teszik. Tehát az a baj, hogy ezt így ki kell mondani, mert eddig egy könyvolvasás az olyan volt, mintha, nem tudom, én legalábbis így voltam vele, hogy megiszok egy pohár vizet, és akkor mondjuk reggeli mellett elolvasok, vagy olvasok egy könyvet reggeli mellett, vagy például buszozás közben, vagy akár, tehát ez egy olyan természetes cselekvés volt. Most, hogyha meglátok valakit könyvvel a kezében, akkor az valahogy ilyen, nekem fölmagasztolódik a szemembe. Tehát ez egy olyan értékké vált, ami természetellenes. Tehát ennek természetesnek kellene, hogy legyen, hogy valaki könyvet olvas. És ez egyszerre hátborzongató, félelmetes, meg egyszerre átvette egy olyan, hát hogy is mondjam, olyan harci felület képződött ennek kapcsán, amit most be kell tölteni. És úgy gondolom, hogy most mi a Vajdaság Magyar Művöldős Intézetben, hogy ezt a könyvhétzáró napot ezt így meg tudtuk szervezni, ez ennek a csatasorban való beállását jelenti. A rendezvény vendégei egyetértettek abban, hogy a nehézségek ellenére kiadóink kínálata igen gazdag és sokrétű, ráadásul az utóbbi időben több rendkívül fontos kiadvány is született térségünkben, ami mindenképpen előremutatónak tekinthető. Tordán a művelődési otthon nagy termében megtartották az 53. gyöngyös bokrétát, amelyen 33 néptánc együttes mintegy 900 táncosa lépett fel. Közel 2500 fellépője és több ezer nézője volt az idei Durindónak és Gyöngyösbokrétának. A tordaiak pedig megmutatták, hogy ugyanolyan jó házigazdák, mint amilyenek 31 évvel ezelőtt voltak. A több százal, mondhatom, több ezer néző tapsolt, énekelt, és úgy gondolom azt, hogy ennek ez a legszebb dolog, ami tegnap is tapasztalható volt a Durindón, hogy független a hivatalos műsor befejezésétől az emberek összejöttek csoportokba, énekeltek, zenéltek, táncoltak, és ennek van a nagy értéke. Az, hogy tehát a fiatalok, idősek barátkoznak, összejönnek, ismerkednek. A Durindó 40 éves jubileumát ünnepli idén. 40 évvel ezelőtt a Citera zenekarok találkozójaként indult, viszont nagyon fontos találkozó helye lett a táncházi zenekaroknak is, és meggyőződésem, hogy sokban hozzájárult, hogy a vajdasági táncház mozgalom, népzenei mozgalom is ott tart, most 40 év után, ahol éppen tart. Nagyon büszkék vagyunk valamennyi előadónkra. De a Gyöngyösbokréta több mint fél évszázados múltjával is nagyon nagy hatást gyakorolt az itteni művelődési népzenei táncházas életre. A jubiláris Durindónak 116 fellépője volt. A 68 településről 82 művelődési egyesületből több mint 1500 fellépő érkezett Tordára. Reméljük, a mennyiség az a minőséget is hozni fogja. Azért az a tapasztalat, hogy itt Vajdaságban igen magas szinten ápolják a zenei hagyományainkat, és a magyarországival összevetve is megállja a helyét ez a szint. Abban bízok, hogy most is értékes, jó hangulatú műsorszámokat fogunk hallani. Sok fiatalnak ez volt az első fellépése a Durindón. Szabadkáról érkeztünk a
középfokú zeneiskolából. A dalkötő leánykórussal léptünk most fel, gyimesi csokrot adtunk elő. Két tanár kísért minket ütőgardonnal, illetve furujával. Hát a dalkötő most úgy érzi, hogy egész jó fellépést nyújtottunk. A fellépési lehetőség mindenki számára fontos. Ez a lehetőség egy főlépőnek azt gondolom sokat jelent, már avval kapcsolatban is, hogy itt nagyon sok név megjelenik, főleg a magyarság. Itt úgy néz, gondolom, hogy ez egy olyan összetartásnak a szándéka, hogy ezt nem lehet elhanyagolni. Hevesi Tibor Zeneművészeti Egyetemet fejezett be, de mint vallja, a népzenén nőtt föl. A magyar zene, a népdalok, meg népzene, ez inkább szeretetből jön, meg emellett nőttem fel, ezt csináltam, ezt hallgattam mindig, és ez innen jön, és úgy döntöttem, hogy ebbe az évben kipróbálom magamat e téren is, bejelentkeztem a Durindóra. Tordán erre az alkalomra újra összeállt az asszonykórus. Az asszonyok is másfél hónap alatt betanultak tordai származású, vagyis tordáról származott dallokat, ebben léptek föl. Hát mit jelent nekünk? Aki a kultúrát szereti, vagy a hagyományát szereti ápolni, annak sokat jelent. A Durindó szombaton este a Csíkzenekar fergeteges koncertjével zárult, amit az eső sem rontott el. Azt követően pedig táncház volt a Juhász zenekar kíséretével. A Nepomuki Szent János római katolikus templomban vasárnap délben ünnepi áhítattal kezdődött a Gyöngyösbokréta műsora. A fesztivál lobogójának a megáldása után a rendezvény egyik leglátványosabb része, a néptáncosok díszfelvonulása és menettánca következett. A díszfelvonulása tervezetnél rövidebb volt, mivel a szervezők úgy döntöttek, hogy a várható eső miatt a labdarúgó pályáról a művelődési otthonba helyezik át a rendezvény színhelyét. Nem mertük bevállalni ezt a kockázatot, hiszen ezek a viseletek, amikben itt a fiatalok ma föllépnek, egyrészt nagyon költségesek, másrészt igen nehéz pótolni, újat beszerezni. A cipők, csizmák azok bőrtalpú csizmák faszögekkel, szerencsés esetben, és bizony a nedves talaj egyáltalán nem tesz nekik jót. Kicsinek bizonyult a művelődési otthon nagy terme, és bizony a táncosoknak sem volt könnyű kis téren, nagy melegben fellépni. Az esti zivatar azonban a szervezőket igazolta. Egy délalföldi táncot adunk elő, még nem léptünk fel, 14-ek vagyunk, hát egy kicsit izgulunk, de már várjuk, hogy elmúljon és letáncoljuk. Tápai István egykori tordai lakos, 45 éve Ausztráliában él. Már voltam ide haza egy párszor, de most direkt eljöttünk, hogy a Gyöngyösbokrétát megnézzük. Hallottam, hogy lesz-e, és úgy volt, hogy búcsúra jövünk, de elhalasztottuk csak az véget, hogy itt tegyünk barátokat, meglássuk az itteni rokonokat. A műsor szünetében bemutatták Bodor Anikó, Paksa Katalin, Vajdasági Magyar Népdalok 5 című kötetét. Sor került a Bodor Anikó díjeredmény hirdetésére is, amelyet az idén a bácskertesi Csizmadi Anna, a Krajcárka népdalkör művészeti vezetője kapta. Fiatal tehetségek is felléptek, közöttük a Kelebiai fiúk csoportja is. A gyerekek nagyon ügyesek, el kell mondani, és nagyon érdekes és hihetetlen, hogy ez körülbelül olyan 20 alkalomszor 10 perc alatt sikerült megtanítani a fiúknak. Horváth Evelin kolléganőnk ezúttal néptáncosként állt kameránk elő. Az idei Gyöngyösbokrétára széki táncokkal készültünk, ami egy friss koreográfia, idén készült el ott kora tavasszal, és akkor most egy másodszor vagy harmadszor mutatjuk be a nagy közönség előtt. Az idei fesztivál gála műsorát szeptemberben tartják Tordán. Az 54. Gyöngyösbokréta és a 41. Durindó házigazdája pedig Bácskosútfalva lesz. Ö,
Ennyit készítettünk erre a hétre kulturális tematikában, legközelebb majd csak szeptemberben találkozunk, viszontlátásra!